mutassuk a város, de minimális terhelést adjunk a városnak. Szombaton nagy valószínűséggel, hogy a két rakparttal nem terheli meg nagyon a forgalmat. A vár az ugyanígy nem egy expont, ez egy lényeges közlekedés szempontjából. A Lánchíd az a legkisebb forgalomnak kitett híd hétvégén, tehát ez lesz zárva. A Budafoki út ugye az egy ipari terület, és gyakorlatilag ennek is minimális forgalom terhelése lesz. A főpolgármester úr itt tavaly októbertől kezdve a pályakijelölést. Arra is ügyeltünk, nem csak arra, hogy alacsony terhelést okozunk a terhelési útvonalakon, hanem arra is, hogy hol milyen jellegű útfelbontás és útépítések legyenek. Tehát még a ferencvárosi útbontásokat is beleszámoltuk abban, hogy megfelelő útvonalat jelöljük ki. Tény, hogy a Putin próbálja az evésre, de nyilvánvalóan azt el lehet mondani nagyon büszkén, és sokan nem tudják, hogy Oderától és Lajtától keletre egész Tokióig ennek a városnak van a legjobb infrastruktúrája abban, hogy ilyen jellegű versenyt rendezzen. És ez miért jelentős? Azért, mert Frankfurt, amikor pályázott a 2012-es olimpiára, az ott megrendezett Ironman hozta fel legjobb példának arra, hogy miközben megrendezték az Ironman, a város életét nem bénították meg. Tehát nyugodtan mondhatom azt, hogy ez egy olyan jelenlős hátosz is a Budapestnek, azon kívül, hogy olyan szoftver oldal és olyan ember teljesítmények jöttek ki, akár az állami igazgatásról beszélünk, akár szakmai oldalról, mondom, nem győzöm hangsúlyozni, hogy emberi oldalról is nagyon komoly színvonalat adott le mind a város, mind az ország, mind a rendezőség, sőt, mondhatom azt, hogy a két legközelebbi munkatársam, a Csomor Tanás és Királyi Attila, aki mindenféleképpen nyugodtan mondhatom, hogy ennek a nagy csapatnak én voltam a leggyengébb pontja, és ezt nem szerénységnek tudom, hogy elképesztő odaadás volt. Én nagyon bízok abban, hogy nem lesz ezzel a forgalommal, külön figyelünk innen a pályán, hogy hogy alakulnak a dolgok, de nyilván első alkalommal.